Sziasztok! A mai videónk egy elég rendhagyó videó lesz. Kávét fogunk készíteni, olasz módra, nem akár hogyan, hanem ahogy látjátok is, szénsavas ásványvízzel. Ez egy ilyen éttermi trükk igazából, hogy nincsen nagy nyomás kávéfőző, ezt alkalmazzák, csak nem mondják el. Tehát egy-két kanál kávé. Elég édes szájuk, és nem vagyok cukorbeteg, úgyhogy egy, kettő, három és négy kanál cukor. Lényeg az, hogy elfedje a kávé teljes mértékben. Teljes mértékben elfedje. És most pedig az ásványvizetbe, hogy mondjuk szép bögrébe öntünk belőle elég sokat. Úgy sziszentségben hallani, hogy szénsavas. És akkor berakjuk a mikróba. Lányomok, elég sokat, elég régi ez a mikró, de ahogy forrani fogok, kivesszük el, és nagyon fontos, hogy ki legyen véve, amikor forrani kezd, mert ő 85-90 fokosan kell ráinteni erre a cukor, hogy a cukor kicsit karamellizálódjon. Aztán feldíszítjük, ilyen szintén el van takarva, milyen márkájú habbal díszítővel, meg ilyen plusz és csakival. Tehát várakozunk. Hát ez nem akar melegedni annyira. Ugye 10 másodperc, hogy forrni kezdeni, 800 fokos mikor össze-vissza, és már öreg is a lelkem. Tehát egy étteremben láttam ezt a trükköt, nem mondanám kagyizásnak, de tényleg feldobja egy latte és nyitja a kávét, vagy ilyen könnyedebb textúrájúval teszi, és el tudjátok kárpászolni a vendégeiteket vele, és igazán nem kell az a tehetség, hogy én megcsináltam ti is. Ebben a másodpercben viszont elkezdett forrni a vízünk. Hogy ezt is vesszük. Jaj, de jó forró. Így ráöntjük. Na most, hogy látjátok, most már mennyire krémesebb? Megkavarjuk. Nem tudom, mennyire látszik, így képződött egy kis haba tetején rögtön. És ízre is egy kicsit karamellizálódott a cukor, van egy ilyen kis pikáns íze. Most rárakjuk a habot. Csokit, aminek szintén nem mutatja a márkáját, de nem lesz nehéz kitalálni, szerintem azt gondolom. És akkor innen is díszítő csillagok, hogy feldobjuk a napunkat, és igazán eredetien is néz ki. Hát, el is készültünk vele. El is készültünk. Nincs vissza, mert egész más textúrát kapott. Hogy látjátok, a szénsavnak maradványi habot is hamarabb oldja. Mindegy ilyen kis sörhab olyan képződött rajta. Azt szokták mondani, hogy puding próbálja az evés, én ezt mindjárt meg fogom inni, és megígérem, hogy beszámolok róla, hogy milyen volt, és biztos nem lesen bajom tőle, minden nap így csinálom. Hát köszönöm szépen, megnéztétek, és ha ti is szeretnétek készíteni ilyet, illetve barisztak szeretnétek lenni, vagy ilyen irányú vágyatok volt valamikor, próbáljátok ki ezt egyszerű kis trükköt. Köszönöm, hogy megnéztétek, egészségetekre, sziasztok!